Köszöntöm a Kölcsői Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazai győzelemmel zárult a Móricz Kupa nemzetközi lány röplabda torna. A tabella negyedik helyén zárta az évet a Máté Szalkai női kézilabda csapat. Karácsonyi adománygyűjtő akcióval segít a rászoruló gyerekeknek az Aquaesen. A Mándok vezeti a szünetben a labdarúgó vármegyei első osztály tabelláját. Hazai győzelemmel zárult a 28. Móricz Kupa lány nemzetközi röplabda torna. A Móricz mögött a Vasas Piros csapata végzett a második helyen, a harmadik helyet pedig az UTE szerezte meg. A 28. nemzetközi Móricz Sportcentrum röplabda tornát sikeresen lebonyolítottuk. Nagyon jó érzés volt újra találkozni a külföldi és magyar edző kollégákkal, és azt gondolom, hogy nagyon értékes és örömteli pillanatokat élhettünk át a hétvégén. Milyen úton, milyen mérkőzéseken keresztül jutottatok el az aranyéremig? A csoportmérkőzésen az MTK és az Jaszló csapatával kellett megküzdenünk. Ezáltal a lebonyolítási rendünk olyan volt, hogy a csoport első kiemeltek lettek, és a csoport második, harmadik helyezettek keresztjátékot játszottak. A győztesek a negyeddöntőbe, a vesztesek az alsóházban kerültek. Nekünk a Vasaskék csapata jutott. Ott is sikeresen vettük az akadályokat, 2-0-ra nyertünk, majd kialakult a hármas döntő, a Vasas Piros, az UTE és a Móricz Sportcentrum csapata között, és így vasárnap mindkét csapattal meg kellett küzdenünk. Azt mondom, hogy nagyon összeszedett, fegyelmezett jó játékkal tudtuk megnyerni a Móricz Kupát. Nagyon jó érzés volt látni a lányokon, hogy szinte minden pillanatát élvezték, örültek a mérkőzés során, és majdnem hogy hibátlanul játszottak. Nagyon büszkék voltunk rájuk. Nyilván ez már tavaly is megnyertük, mert akkor 6-os volt a Móricz Kupa, 6 csapattal rendeztük, most 9 csapattal, de ez most azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép teljesítmény volt, ezáltal lett kerek minden. Milyen színvonalú volt a torna, ugye magyar édesapatok voltak a külföldi együttesek mellett? Szerintem mondhatnám úgy is, hogy nagy ágyuk érkeztek, magas színvonalú mérkőzéseket játszottunk, hiszen válogatott játékosokkal volt teletűzdelve. Minden csapatból érkeztek az UTE-ből, a Szabados Emla válogatott feladó, aztán a Vasas válogatott kerettagja, nekünk is vannak válogatottjaink benne, a Kalló Olivia súlyogcsenge is, nem utolsó sorban kiemelt Néma, Pampó Grétát. Gréta és az Anna teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen szépen teljesítettünk. Nagyon örültem neki, hogy játszottak ők is, hiszen az U15-ös lányainknak még mutattak egy utat, hogy hova kell nekik eljutni ahhoz, hogy az OGB döntő végére igen sikeresek legyünk. Ha minden igaz, még ebben az évben is vár rátok egy torna. Igen, még most december 19-én utazunk Szlovákiába, Prešovhoz. Ők mindig ilyenkor rendezik a nagyszabású tornájukat. Ez az 57. polgármesteri kupa lesz náluk, és nagyon magas szintű mérkőzésekre lehet számítani. Ők egy évvel idősebb korosztállyal játszanak, és 2-24-es magasságnál, de ott is helyt szoktunk állni. Általában vagy döntőt játszunk, vagy megnyerjük, vagy másodikok vagyunk, tehát kiteszünk magunkért ott is. Említetted már az OGB-t, az Országos Gyermekbajnokságot, plusz ráadásul ott lesz majd tavasszal a Diákolimpia. Mivel lennél elégedett a két sorozat végén? Minél jobb helyezése. Dobogó legfelső fokával, de nyilván minden benne van. Ez nagyon sok mindentől függ. Mennyi munkát tudunk addig elvégezni. Én nagyon bízom a lányokba, és bízom benne, hogy a
ott fogunk mindenképpen lenni a dobogó valamelyik fokán. Hazai győzelemmel ért véget a 28. Móricz kupa, de gondolom, mint a névadó intézmény igazgatója, minden oda kellett, hogy figyeljen, hogyan értékeli a tornát. Egy nagyon eredményes hétvégét tudhatunk magunk mögött. Sikeresen bonyolítottuk le a 28. Móricz nemzetközi lány röplabda tornát. Mindenki oda tette magát, az itt dolgozók, a sportban szerepet játszó edzők, a támogatóink, a szülők. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredményes két napot tudhatunk magunk mögött. Milyen volt a visszajelzés a vendégek részéről? Nagy megelégedéssel és örömmel vettek részt, sőt, számítanak a jövőben is arra, hogy meghívást kapnak. A visszatérő csapatok színvonalasnak tartják ezt a tornát, és minden évben szívesen jönnek el erre a rendezvényre. Egy nagyon színvonalas, szoros mérkőzés sorozatot láthattunk, főleg ez a mi csapatunkra vonatkozik. Megdobogtatták a lányok a nézők szívét, és bizony az adrenalinszint is magasra ugrott, főleg a hármas döntő kapcsán, az utéval játszott mérkőzés kapcsán. A döntő, azt pedig úgy láttam kívülállóként, hogy megnyugodtak a lányok, és nagyon szépen zárták, és szép győzelemmel nyugtázták a tornát. A tabella negyedik helyén zárta az évet a D csoportban az NV2-es Máté Szalkai női kézilabda csapat. Drabik Péter együttese 5 győzelem mellett 6-szor szenvedett vereséget. Ebbe a 2023-24-es bajnoki szezon már az indítás ugye furcsa volt a korábbi évekhez képest, mert átszervezték az NB2-es bajnokságot. 6 csoportot hoztak ugyan létre, mint a korábbiakban is volt, de mivel NB1-B-be ugye egy csapatos lett, ezért a csapatoknak a létszámát átalakították, úgyhogy 8 csapat küzd egy-egy csoportban, mi a D-jelű csoportban küzdöttünk ugye a felnőtt csapat vonatkozásában. És hát ugye a felkészüléskor már elmondtuk, hogy egy nagyon fiatal gárdába vágtunk neki ennek a bajnokságnak. Így még nem mondom, hogy a szezon véget ért, de így a szezon vége felé közeledve azért nem volt ez rossz döntés, hiszen a lányok egyre inkább megerősödtek, egyre több olyan mérkőzést tudtak lejátszani, illetve mérkőzésnek bizonyos szakaszait, ahol nagyon eredményesek voltak. És hát, hogyha most a jelenlegi összképet nézzük így a naptári év végén, akkor azt mondhatom, hogy negyedik helyen van ebben a 8 csapatos csoportban. És ez még mindig azt jelenti, hogy ugye az első 4 helyezett a tavasz folyamán a felsőházi rájátszásba folytathatná, illetve hát ebből a D csoportból a 5 és 8. helyezett között, pedig az alsóházi rájátszásba fogják majd folytatni. Na de visszatérve ide, hiszen még, mint említettem, nincs vége ennek a őszi szezonnak, hiszen még februárban 3 olyan forduló, tehát egyet még március áthúzódik, 3 olyan forduló van hátra, ami sorsdöntő lesz abból a szempontból, hogy a felsőház vagy az alsóházi bajnokságban folytathatjuk majd a tavaszi menetelésünket. 19 lányal dolgoztunk most együtt eddig a szezon során, amiből igazából 2 lány menet közben érkezett. Egyrészt hiánypótlás miatt is, másrészt egy kicsikét, hogy erősödjön fizikálisan a csapat. Ofra Zsófia volt az egyik lány, aki a 5. fordulóba kapcsolódott be, és a 7. fordulóba pedig Csépke Eszter, aki Máté Szalkai, csak ugye 2-ös igazolással Hajdunánáson szerepel, ő csatlakozott még a csapathoz. Fontos volt, hiszen 2 kulcsjátékosunk, meghatározó játékosunk sajnos kiesett, elveszítettük Bodó Bernadettet a 8. fordulóba, és sajnos rá egy hosszabb kihagyás vár, hiszen keresztszalagszakadás szenvedett, és Drabik Manna pedig a 9. fordulóban rá egy forduló megsérült, neki egy kézsérülése van, kézfejsérülése, őt reméljük, hogy azért a tavasszal már látni fogjuk ismét a pályán. Nem véletlenül mondom ezt, mert mind a 2 ember azért meghatározó, irányító, átlövő szerepkörben kapott helyet a csapatban, és a Drabik Péter edző azért mind a 2 emberre nagyon komoly feladatokat bízott. A csapat összetételét tekintve a fiataloknak
csapatnak a mérkőzéseken való részvétele ugye egyre inkább sikeres volt. Azt kell mondjam, hogy ha a tabellát megnézzük és a statisztikát, akkor 5 győztes mérkőzésünk volt, és ugye 6 vereséget szenvedtünk. Tehát ez a 6 vereségből 2 utóbbi az igen fájó, hiszen 2 olyan csapattól kaptunk ki, akit egyébként már a kezdete kezdetén ugye megvertünk, és ráadásul idegenbe, és mind a 2 mérkőzést itt hazai pályán veszítettük el. Sikernek könyvelhető el, hogy az Eger csapatát már ugye vele lejátszottuk oda-vissza a fordulót, mind a 2-szer alaposan megvertük, és hát ugye volt a tabellán előttünk lévő csapatok közül a Miskolc, valamint a Ungvár csapata, akik azért kiemelkednek ebből a mezőnyből, ennek megfelelően ugye elég nagy gólarányjal kaptunk ki mi is tőlük, viszont örömteli tény az, hogy azért elég sok gólt lőttünk nekik. A lőtt gólok tekintetében egyébként 3. vagyunk a tabellán, ami megint csak egy eredményes dolognak mondható statisztikailag. És hát, hogyha ez a 2 emberünk nem esik ki a bajnokság közben, én úgy gondolom, hogy akkor még inkább legalább egy 2, de inkább 4 ponttal bejebb lehetnénk. Ami most azt jelzi, hogy a Hajdúböszörmény 10 ponttal azonos ponttal állunk, bár az egymás elleni mérkőzések tekintetében jobbak vagyunk, ezért mi vagyunk a 4-ek, ők az 5-ek, és hát előttünk van a Vitka, a Miskolc és az Ungvár csapata, és ezek közül még ugye a Vitkával és az Ungvárral tavasszal kell játszunk, illetve a Debrecen, aki mindig egy nagy ellenfél. Érdekességét tekintve azért ennek a bajnokságnak, hogy a Debrecen a mögöttünk lévő csapatok közül is jó néhányan annak, akik megverték, pontot szedtek el, tőlük pontokat szedtek el, ellenünk viszont a lehető legjobb összeállításban játszottak. Szerintem soha nem játszottak így ebben a bajnokságban, de hát ezt erre mindig fel vagyunk készülve, hogy a Debrecenen mindig nagyon komoly rivális ütközeteket tudunk végrehajtani, úgyhogy ki is kaptunk tőlük, de hát még van egy visszavágó, amit március elején, első hétvégén fogjuk, és ez lesz a bajnoki szezonnak, az igazából az őszi szezonnak a vége. Ifjúsági csapatunk, aki kompletten majdnem, hogy ugyanaz, mint a felnőtt csapat, az ettől egy picit eredményesebb, hiszen jelenleg a 12 csapatos bajnokságban ők a 3. helyen állnak, 1 ponttal az előttük és 2 ponttal az első helytől lemaradva. Ott is ugye a Debrecen van előttünk, illetve a Balmazújváros. Azt gondolom, hogy kiváló teljesítményt nyújtanak a lányok. Hát a Bodó Berlin ott is nagyon hiányzik a csapatból, de ettől függetlenül azért van 2-3 olyan játékos, aki azon a szinten aztán nagyon viszi a prímet, hiszen Simon Regina például vezeti annak az U19-es bajnokságnak ugye a gólövő listáját is többek között, úgyhogy az irányító szerepkörben, vagy Durbák Hannát említhetem, aki ugyancsak ott van elől, Prokop Dóri, akik mindannyian nagyon ügyesen szerepelnek, és 50-60 gólokat lőttek az elmúlt időszakban, és ami örömteli tény az, hogy a Debrecen mögött nekünk van a legtöbb lőtt gólunk ott, 400 gól fölött lőttünk, azt hiszem 410 gól talán az, amit elért a csapat ebben a bajnokságban, és hát az is örömteli tény, hogy ebben a 9 fordulóban, amit lejátszottak a lányok, ebből 4 olyan forduló volt, hogy 50 gól fölött lőttünk, ami azért már egy kosárlabda mérkőzésnek a pontarányait is jelenthetné. Mondhatják erre azt, hogy ettől talán kicsit komolytalan a bajnokság, de nem. Ezek a lányok ilyen szinten vannak, ilyen fizikai felkészültségben, ilyen gyorsasággal, ilyen csapategységben tudnak játszani, hogy bizony egy Nyíregyházát simán megtréfálunk ilyen gólarányjal is akár, vagy hát a többi csapattal is bármelyikkel fel tudjuk venni a versenyt. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy az ifjúsági csapat a tavaszi szezonban ezt a menetelést tudja tartani, így már csak az a kérdés, hogy milyen színű érem lesz a végén ennek a csapatnak a nyakába, és hát a felnőtt csapatra visszatérve pedig bízunk benne, hogy egy felsőházi rájátszás is jöhet, de nem leszünk elkettyenve akkor, hogyha esetleg az alsóházban kell folytatni, mert ott is nagyon kiváló csapatok vannak a velünk párhuzamos csoportban, a 60, a Heves, akikkel az előző szezonban már együtt játszottunk, a Salgótarján, akik úgy néz ki, hogy ebben a csoportban maradnak, hát és ehhez jön majd vagy egy Magyaród, vagy egy Füzes, ahogy azt majd meglátjuk, mert ott is még értelemszerűen 3 forduló hátra van. Izgalmas és mozgalmas őszetekintett vissza az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatósága. Az elmúlt hónapokról Kvaka Árpád igazgatót kérdeztük.
Novemberben igencsak esős ősz volt, azért valójában őszintén nem nagyon volt ilyen november még, legalábbis nem nagyon emlékszek rá, hogy 3 hétig szinte folyamatosan esett az eső, és pont úgy, hogy mindig hétvégére jött ki legalább egy nap, amikor 20-30 mm-es csapadék is esett. Ennek megfelelően tényleg az utolsó 2-3 fordulóban azért nagyon sok pályán igencsak meg kellett küzdeni az elemekkel. Láttuk ugye, hogy volt NB1-es mérkőzés is, ahol azért probléma adódott adott esetben a futballpálya minőségével, ugye le a kalappal a játékosok előtt. Ennek ellenére, amilyen körülmények voltak, örülök, hogy csak egy vagy másfél, illetve 2 mérkőzés maradt el, és egy ifjúsági mérkőzés szakadt félbe a pálya alkalmatlansága miatt, úgyhogy azokat is megfelelően pótoltuk. Összességében, ahogy nézzük a különböző bajnokságainkat, azért szorosnak tekinthető a tabella a megyei első osztályban is, elől is, illetve hátul is. A megyei másodosztályban van olyan csoport, ahol meglépett egyesület, viszont van olyan, ahol olyan sűrű, hogy nem lehet tudni, hogy ki lesz a bajnok, vagy akár kinek kell tartani attól, hogy a következő évben a harmadosztályban szerepel. A megyei harmadosztályban pedig van egy olyan csoport, ahol az első 6-7 csapat között alig van különbség. Úgyhogy izgalmasan alakult az ősz. Bízunk benne, hogy sérülésmentesen megfelelően sikerül a téli felkészülés a csapatoknak, és tavasszal egy színvonalas tavaszi szezon fogunk majd produkálni. A Vármegyei Igazgatóság ezúttal nem rendez felkészülési tornákat, de a minden igaz így is hozzájárultak ahhoz, hogy a csapatok jó körülmények között tudjanak játszani. Igen, mindenképpen fontos megemlíteni, hogy kizárólag azért nem rendezünk ilyen tornákat, tehát nem a mi égiszünk alatt megy, mert hogyha mi rendezzük, akkor bizonyos szabályokat be kell tartani, ami ugye a csapatoknak azért nehézség. Gondolok itt az érvényes versengedélyre, érvényes sportorvosira, adott esetben nem lehet próbajátékos, tehát azért nekünk meg van kötve a kezünk, viszont nem engedjük szabadjára a csapatokat. Ugye a legnagyobb megyében az egyik legnagyobb teremtornát, Kósa János emléktornát ismét támogatjuk azzal, hogy játékvezetői küldést és játékvezetői működési díjakat átvállaljuk a 3 napos tornán. Ez szerintem azért nagy segítség a terem tornán résztvevő játékosoknak. És a műfős nagypályás tornát most Nyírbátori központtal szervezik meg, 3 helyszínen a megyébe, Gyulaházát, Csengerben és Nyírbátorban. Várhatóan egy olyan 90-100 mérkőzés lesz, és valamennyi mérkőzés a játékvezetői küldést, valamint a játékvezetői működési díj jelentős részét átvállalja az igazgatóság. Ez több millió forintos költség egyébként nekünk, de természetesen támogatjuk a csapataink téli felkészülését. Szabadban befejeződött a futball, viszont teremben elkezdték a futszálbajnokságokat, amiket ti szerveztek. Így van, az NB3 regionális északkeleti csoport 2 hete indult el, most a 3. fordulót rendezték a héten. Van, aki már játszott 3 mérkőzés, valaki csak most kapcsolódott be, de ez ilyenkor természetes. Ahogy említetted, ott most kezdődik a szezon, december, január, február, március közepéig igyekszünk lejátszani a mérkőzéseket. 3 megyétől el fel ismét, tehát Hajdú, Borsod és Szabolcsi csapatok játszanak a regionális bajnokságba, valamint a múlt héten beindultak a tornák, a futszár utánpótlás tornarendszerű bajnokság. Ugye a fiúknál 4 korosztályba, 13, 15, 17 és 19 éveseknek írtuk ki, a lányoknak 1 korosztályba, 17 éveseknek írtuk ki. Ott tornarendszerben vannak a pontvadászatok, tehát ha elmennek egy helyszín, akkor több mérkőzés játszanak a csapatok, de ők is, az utánpótlás gyerekek is, akik beneveztek, több mint 100 csapat nevezett ugye összesen az utánpótlás futszál tornákra, decemberben, januárban, februárban egyaránt fognak tétmérkőzéseket játszani. Szó esett már a játékvezetőkről, ilyenkor esedékes a játékvezetői tanfolyam, lesz-e most is? Természetesen lesz, december 7-én az első nap, de ugye lehet még utána is csatlakozni. Nagyon fontos a jelentkezés, amit ugye a mi honlapunkon, illetve a megyei játékvezető honlapon is megtehetnek, az információk ott rajta vannak, és tényleg mindenkit biztatok arra, akár aktív labdarúgót is, hogy próbálja ki, nézze meg, hogy tudna mérkőzés vezetni, vagy akár asszisztálni, hiszen lehet ezt párhuzamosan is csinálni, aki játszik természetesen abban a bajnokságban nem, de a másik bajnoki osztályban, vagy a másik csoportban ugyanúgy működhet. Érdemes azt hiszem megnézni, hogy milyen a másik oldalon lenni, mert nem egyszerű. Úgyhogy én tényleg arra biztatok mindenkit, hogy próbálja meg a játékvezetést. Az elmúlt évekhez hasonlóan karácsonyi adománygyűjtő akciót indított az Aquese. Az ajándékok a Tutor Alapítvány segítségével jutnak el a rászoruló gyerekekhez. Az Aqua Sport Egyesület jövőre lesz 20 éves, 2004-ben kezdtük Nyíregyházán az Egyesületet. Úgy gondoltuk, hogy a társadalmi szerepvállalásunk az tényleg meghatározó ebbe a sportágban, és mellette az adománygyűjtésünkkel. A Tutor Alapítványt találtuk meg erre a célra, akik megfelelőképpen képviselik azt, amit mi is a szegénységben, mély szegénységben élő embereket illetően
támogatni kell, és Fodor Éviáik által az alapítványt támogatjuk, és az Aquasport Egyesület ezeket a gyűjtéseket már harmadik éve szervezi, és amit itt a karácsonyi falat is látható, sok olyan ajándék jött össze, amit külön a kérésnek megfelelően próbáltuk gyűjteni, szelektálni, ebbe a tanszerektől kezdve a tisztítószerekig, illetve ruházattól a plüss játékokig minden megtalálható. Több mint 500 000 forint értékben gyűlt össze az adomány, és ez körülbelül olyan 20 család részére fog majd örömet okozni majd karácsonykor. Könnyen mondtak igent azok, akiket megkerestetek? Személy szerint, akiket én külön megkerestem, azok könnyen mondtak igent, de a felhívásunk alapján nagyon nehezen indult a gyűjtés. Nem tudom, most egy olyan időszakot élünk, amikor egy kicsit úgy keftelenek vagy érdektelenek az emberek. El is voltam szomorodva, hogy mi fog kerülni a karácsonyfa alá, de az utolsó napokra, az utolsó egy-két napba ez beerősödött, és látványosan több ajándékot, adományt hoztak, amit köszönjük szépen mindenkinek, aki segítette ezt a gyűjtést. Úgyhogy most már mosolyogva tudom ezt kijelenteni, hogy hasznos volt és nagyon jól sikerült, de nehezen indult. A Tutor Alapítvány vette át és adja majd tovább az Aquas által gyűjtött karácsonyi adományt. Ki körülhetnek majd ezeknek a csomagoknak? A Tutor Alapítvány a felzárkózó települések programban dolgozik már 4.-5. éve, és ezeken a településeken, ezek hátrányos helyzetű települések, ahol kifejezetten olyan családok számára juttatjuk el ezeket az adományokat, ahol nem mindig tud eljutni olyan mértékben a Jézuska, hogy gyerekeknek jusson játék bőven a fa alá. Úgyhogy mi ezeken a településeken, itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településeken elsősorban a nyírségi járásban osztjuk szét ezeket az adományokat. Mi a tapasztalat, mit jelent karácsonykor egy-egy csomag ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek? Alapvetően ez hozza meg az ajándékot, ez hozza meg a karácsonyi ajándékot tulajdonképpen. Sok szülőnek nincs arra lehetősége a napi megélhetési gondok mellett, hogy ilyen minőségű ajándékokat tudjon a fa alá juttatni. Arra koncentrálnak, hogy ugye a karácsonyra meglegyen az étel, meglegyen a meleg, meglegyen a tűzifa a házakba, és nem mindig jut ajándékokra már. És mi a tapasztalat, mennyire töretlen az adakozási kedv? Az alapvető élelmiszerek tekintetében úgy látjuk, hogy töretlen. Tehát a lakosság igyekszik egyébként jótékonykodni, igyekszik egyébként adni. Most kicsit kevésbé látjuk azt, hogy a fa alá juttandó ajándékoknál ott egy kicsit azt látjuk, hogy kevesebb jutott most. Az első helyen tölti a téli szünetet a labdarúgó Vármegyei első osztály tabelláján a Mándok együttese. Kocsis János csapata 11 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 3-szor szenvedett vereséget. Az előző bajnokság vége előtt 10 fordulóval érkeztem, és ez a 10 forduló ez lehetőséget adott rá, hogy felmérjem, hogy milyen játékosok alkotják a keretet. Mindenféleképpen amellett voltunk, hogy a meglévő srácokat meg kell tartani, és meg kell próbálni úgy erősíteni, hogy következő évben ne legyenek kiesési problémáink. Úgyhogy ennek szellemében igazoltunk, és így kezdtük el a felkészülést. Milyen futball szerettél volna játszhatni a csapattal? Amikor érkeztem, akkor létszámát tekintve azért nagyon kevesen voltunk, bár ugye, ahogy már az előbb is mondtam, minőséget tekintve szerintem az osztálynak megfelelő volt. Igazából fontos volt, hogy helyre tudjuk tenni a védekezést, és abból gyors kontrákat indítsunk, és esetleg így fokozatosan építsük a játékunkat. Nyáron is így kezdtük a felkészülést, és ez volt az elsődleges, és későbbiekben, amikor ugye játszottuk a mérkőzéseket, meg a bajnokságban is, ugye hál' Istennek sikerült eredményesen szerepelnünk, egyre inkább támadóbbá tudtuk tenni a csapatunkat. Első helyen van a csapat, ettől függetlenül maradt-e benned valami miatt hiányérzet az őszt tekintve? Igazából azt gondolom, hogy elégedett lehetek, hiszen felkészülésünket tekintve tényleg minden feltétel adott volt, jó rajtoltunk a bajnokságban, és hogyha igazából ilyen 4 meccses periódusukra bontottuk a szezonunkat, és az első 4 meccsben volt 9 pontunk, utána sikerült 10-et szerezni, a harmadikban 12-t, tehát igazából minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Hát sajnos a vége, az utolsó 3 fordulóban 2-szer kikaptunk, de az utolsó mérkőzésen már szintén azt az arcunkat mutattuk, amit előzőek, úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a fél évünkkel.
ha egy meccset kellene kiemelni pozitív értelemben, melyik volt az? Igazából a hazai mérkőzésünket hoznám föl, hiszen ott nagyon tudtunk dominálni, és tényleg meggyőzőek voltunk. Az utolsó hazai mérkőzés kivételével talán az összeset, de a két olyan csapat, aki meggyőződésem, hogy meghatározója, és bele fog szólni a feljutásba, a hazai Tarpa és Márti Szakelni mérkőzés volt az, ami szakmailag is, szurkolóknak is, tehát mindenkinek szerintem minőséget jelentett. Volt egy sajnálatos baleset, amelyben érintett volt a csapat legeredményesebb játékos, egy Gyüre Tamás, akit elveszítettetek egy időre. Hogyan dolgoztátok fel? Ez egy nagyon nehéz helyzet volt, hiszen mérkőzés előtt egy nappal történt a baleset, és igazából sok lehetőség már nem is volt azon, hogy sokat rágódjunk, hogy mi lesz a következő mérkőzésen. Látszott, hogy egészen addig, ameddig a Tomi állapotára nem jöttek megnyugtató hírek, addig nagyon komoly hatással volt a játékosokra. Próbáltunk sokat beszélgetni ezekről a dolgokról, és tényleg az edzésekkel, a mérkőzésekkel elterelni erről a figyelmet, de egyértelműen hatással volt ránk. Én azt gondolom, hogy ez sportolói szempontból is érthető, illetve emberi oldalról is teljesen természetes. De amint már jobb híreket kaptunk, én azt gondolom, hogy a játékosok is egyre nyugodtabbak lettek, és sikerült az utolsó mérkőzésen olyan teljesítmény nyújtani, ami előtte megszokott volt. Két csapatot említettél, akik beleszólhatnak a feljutásért vívott harcba. Most, hogy az első helyen áll a Mándok, mi a cél tavaszra? Ezt a kettőt mondtam, aki igazából azokon a mérkőzésen szerintem a legkomolyabb játékerőt képviselték, de ezen kívül azért még van 3-4 csapat, és nem szeretnék rajtuk végigmenni, de akiknek még reális esélyük van, hogy beleszóljanak. A mi szempontunkból a bajnokság előtt azt gondolom kevesen hitték azt, hogy nekünk lesz erre esélyünk, de most, mivel hogy már megvan ez a lehetőség, természetesen szeretnénk ebből a lehető legtöbbet kihozni. Az, hogy ez a végén mire lesz elég, ezt meglátjuk, de én nagyon bízom benne, hogy az utolsó fordulókig harcba leszünk esetleg a bajnoki címér is. Télen nem könnyű erősíteni, igazolni, tervezek-e valamilyen változást a keretben? A legfontosabb, hogy most ezek a srácok maradjanak együtt, és sikerüljön télen is egy jó felkészülést csinálni. Nyáron ebből a szempontból könnyebb helyzetünk volt, mivel azért az időjárás és a pályahelyzet meg ugye később sötétedik, tehát azért úgy lehetett tenni az edzéseket, hogy ne legyen probléma. Télen ez már nehezebben megoldható, de dolgozunk rajta, hogy tudjunk műfős pályán edzeni, tudjunk normális edzésmunkát végezni, és hogyha ez így alakul, akkor egy-két emberrel, akik tudnak és igazából segíteni a csapaton, és emberileg is beillenek a társaságba, akkor mindenképpen szeretnénk igazolni, de hogyha ez nem jön össze, akkor sem leszek megijedve, hiszen az idő nekünk dolgozik, minél többet együtt vannak, együtt edzenek, én azt gondolom erősebbek is leszünk. Mikor kezditek a felkészülést? A január 15-én tervezzük a felkészülést kezdeni, az ugye kb. 6 hét a bajnokságig. Próbáljuk fokozatosan terhelni a játékosokat, és azt elérni, hogy a bajnoki első fordulóra lehető legjobb állapotba kerüljünk. Ez a felkészülés alatt egy kb. 4-5 edzőmérkőzést foglal még magába. Én azt hiszem, hogy ennek elégnek kell lenni, hogy az első fordulóban eredményesek tudjunk lenni. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, magam és munkatársaim nevében békés boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!